A híd legenda, a híd csend, a múltból a jövőnek üzen. A híd kinyújtott kéz történelmet mesél, a híd megérint, s átérsz évszázadokat is talán. A híd összeköti azt, mit elválasztott emberi határ. Másodszor rendeztek általános iskolásoknak szavaló és prózamondó versenyt Sámbokon. Január 28-án a József Attila Művelődési Házban mintegy 40-en mérték össze a tudásukat több korosztályban. A versenyt a Liliomszál Alapítvány közösen szervezte az Együtt a Kárpát-medencei Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel. A zsűriben prominens személyiségek foglaltak helyet. A zsűri elnöke volt a Cegei Vas Alapítvány magyarországi elnöke Simó József, előadó művész, a Szívkamara művészeti igazgatónője Horváth Kalára, aztán Erdei Katalin, a Szinia könyvkiadó munkatársa és lektora, és a Dányi Széchenyi iskola magyar szakos tanárnője Kovács Mária. A zsűrinek nehéz dolga volt, mondta a testület elnöke, Simon József előadó művész. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a gyermekeknek és a szülőknek, tanároknak, hogy ilyen élményben részesítettek bennünket, mert tényleg fantasztikus dolog, hogy ilyen pici gyerekektől elkezdve a nagyocskákig mindenki készült, látszott, hogy megtanulta sok esetben nem is rövid verset, és sok esetben meg nagyon-nagyon szépen. A legkisebbek között Bozlék Rita lett az első, aki Kányádi Sándor Hallgat az erdő című versét szavalta el. Kányádi Sándor hallgat az erdő. Hallgat az erdő, csöndje hatalmas. Mahát kapargat benne a szarvas. Mahát kapargat, kérget reszelget, szimatol, szaglász, cimpája reszket, ura a két fül, minden kis nesznek. Hallgat az erdő, csöndje hatalmas, kújtorog benne, éhes a farkas. Éhes a farkas, éhében vesz meg, szimatol, szaglász, horpasz a reszket, ura a két fül, minden kis nesznek. Hallgat az erdő, kajtat a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp! Most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten, rálel a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste, szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppan a hó, s a száraz ág recsen, ágyúlövésként halszik a csendben. Roppan a hó, s a száraz ág recsen, s már a szarvas sem kérődzik resten, ina, mint íhúr, feszül és pendül, teste megnyúlik, futásnak lendül. Nyelvét kiöltve lohol a farkas, messze előtte inal a szarvas. Zúzmara, porhó, porzik a fákról, menti a szarvast csillogó fátyol. Horkan a farkas, nyüszít és prüszköl, nem lát a hulló, porzó ezüsttől. Nyomot vét. Kábán leül a hóba, kilóg a nyelve, lelóg az orra. Hallgat az erdő, üvölt a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. A 34-es korosztályban Németh Miklós nyerte meg a versenyt, aki Móra Ferenc Bölcspalkó című művét adta elő. Bölcspalkó kis deák gyerek itt a szomszédban. Az igazi neve Piros Palkó. Bölcspalkónak csak én neveztem el, azért mert értelmes, nyílt eszű fiúska. Öröm vele beszélgetni, hanem azért ami nap nem nagyon örömtelt benne, csúnya mulatságot eszelt ki. Hólyagot kötött, az öreg macskájuk fejére, dióhéjcipőt húzott a négy lábára, s így kiöltöztetve fölhajította a zoltetőre. Szegény állat, kétségbe esettem futkározott előre-hátra, és olyan keservesen miákolt, hogy majd belehasadt az ember füle. Palkó azonban csak úgy döcögött a kazagástól.
Mit csinálsz, kis szomszéd? Léptem oda hozzá. Állatusbát játszom a macskával. Nagyon nem szeretem játékozni ilyen, Palkó. Nem állatusbál ez, hanem állatkínzás. Több településről érkeztek versenyzők, Kókáról is jó néhányan, köztük testvérek is, akik díjakat vihettek haza. Kókáról érkeztünk a Kossuth Lajos általános iskolából, 9 tanulóval jöttünk, és együtt készültünk, a 9 tanulóból pedig hát nagyon sok szép helyezést értek el a tanítványaim, úgyhogy büszkék vagyunk rájuk. Németh István nem először vett részt ezen a megmérettetésen. Azt tudom, hogy külön díjas lettem, és ennek nagyon örülök. Jövőre is benevezzel a versenyre, ha lesz? Igen, szeretnék. Nagyon szeretem ezeket a versenyeket. Fogod ajánlani másoknak is? Hát én próbálom, mert hát főként a rosszabb tanulóknak, hogy ezzel kicsit kiavítsák a jegyeiket, a rossz jegyeket. Az ötödik-hatodikosok között Fülöp Barba lett az első helyezett. Petőfi Sándor, gyors a madár, gyors a szélvész. Gyors a madár, gyors a szélvész. Gyors a villám, hanem az alföldi betyár, még gyorsabb ám. Ma őkelme csikót szerez Kecskeméten, Szent Mártonnál aznap át is megy a réven. Holnap a csikót eladja Fehérváron, eladja még újat is lop e vásáron. Holnap után már valahol becskereken, lovagol egy karcsú fakón a deresen. A 7.-8. korosztályban Szabó Emőke nyerte meg a zsámboki szavaló versenyt. Vas Albert emlékezései régi Mátszúsra című versét adta elő. Vas Albert, emlékezés egy régi márciusra. Az erdő szélen hóvirág fehér lett. Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. Valaki a talpra magyart szavalta, aztán a tanító beszélt a szabadságról. Hallgatta a sok paraszt gyerek, oldalt a jegyző meg a pap, s tisztes, komoly ősz emberek. A harangozó tartotta a zászlót, vén bajszos arcán zord egy kedvűséggel. Ha a többiek hallgattak némán, hitték is, nem is a mesét. Öreg volt már a múlt, sötét s bizonytalan ködök takarták. Aztán egyszer csak hangosan megszólalt egy kisgyerek hátul. Édesanyám, mi a szabadság? A korosztályok első helyezettjei továbbjutottak a Vas Albert országos vers és prózamondó versenyre, amelyet február 20-án rendeznek meg Törökszentmiklóson. A szavaló verseny társszervezője volt a Liliomszál Alapítvány mellett, az együtt a Kárpát-medencei Gyermekekért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. Gyakorlatilag meg akarjuk erősíteni a Liliomszállal kapcsolatosan olyan rendezvényeket, hogy helyben is olyan családi napokat tudjunk szervezni, ahol amit Budapesten is szervezünk, ezáltal, hogy itt egy családi napot szervezünk úgy a helyi rendőrséggel, a tűzoltósággal körültve, hogy az ő munkájukat is be tudjuk mutatni a gyerekeknek, mert nekünk meg ez a fő célunk, hogy a gyerekeket és a sérülteket összehozzuk, és az összes olyan embert, aki a hétköznapokban dolgozik értük, vigyáz rájuk, azoknak a munkát bemutatni a egészséges gyerekeknek, illetve a sérülteknek is. Több cég is támogatta a zsámboki szavaló verseny megrendezését. Tavaly is nagyon szívesen adtunk nekik tárgyereményeket. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett a filmeket, amiket itt forgattunk a verseinkről. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és nagyon szívesen jöttünk az idén is. Mivel tudták megajándékozni most a gyerekeket? Hát szintén egyedi ajándékokat kaptak, a cégünk által gyártott és forgalmazott pólókat kaptak. Más cégeknek köszönhetően a helyezettek kaptak tanszereket, könyveket, vacsora utalványokat is. A Liliomszál Alapítványnak újabb tervei vannak. Jövőbeli tervek között első számban a maihoz hasonlóan ugyanígy megszervezzük ezt a rendezvényt, és szeretnénk ezt terjedelmesebben, szebben és jobban, még színesebben előállítani, újra szervezni.
Aztán hát a nyáron viszünk, mint ahogy a tavaly nyáron is vittünk gyerekeket lovasmajálisokra, edzőtábort szeretnénk csinálni, aminek a képviselője és aminek a szakértője a Gergely Szabolcs. Úgyhogy erről igazából ő tud nyilatkozni, hogy az edzőtáborokat hogy szervezi, de egyébként igyekszünk a kulturális dolgokat és a sportrendezvényeket egybekötve, egyformán emelni a gyerekek elé. Ez a tábor, ez valószínűleg július, amikor a legjobb idő van és meleg van a gyerekeknek. Közösen szoktuk mi a harcos fiúkkal, akik nálam küzdő sportolnak az alapítványnál, ketrec harcosok, illetve thaibox és kickboxosok, a kislányokkal, akik színjátszók, illetve hát mindenki, aki éppen otthon van és vonatkozik, össze szoktuk csapni a csapatot, és akkor egy ilyen edzőtábor a neve, a fiúk dolgoznak keményen, a többiek pedig szórakoznak, vagy rajtuk, vagy együtt. A gyerekek hetente 7-szer vehetnek részt karate edzésen. Az alapítvány tevékenységnek köszönhetően inasképző program is indult. A gyerekek a szakács, a cukrász és a felszolgálói mesterség csinyát-binyát tanulhatják meg. A tervek között szerepel egy asztalos képző program beindítása is.